A tavaly még a Budapest első osztályban játszó Pénzügyőr Ese ellen kezdte a szezont szombat délután a Várfürdő Gyulai Termál FC. A hazai együttes összesen 10 új játékossal gyarapodott ebben az idényben. Többek között azt az Urbán Gábort igazolta le az együttes, aki 2005-től 2011-ig az MTK csapatát erősítette. A mérkőzés 12. percében Sipos a középen induló Stjec próbálta játékba hozni, de Hajdú hamarabb ért a labdához. Néhány pillanattal később fejtört a hazai kapu felé, de lövése gyengének bizonyult. A 15. percben még csak próbálkozott a fővárosi együttes, viszont egy perc múlva a Karvalics lábáról pattant be a labda, így a vendégek hamar megszerezték a vezetést. A 19. percben Gyürki szabadrúgása veszélyeztette Harman kapuját. A következő helyzet ismét a fővárosi csapat előtt adódott. Gyürki tört a kapu felé, de Szabó időben megállította. A 27. minutumban jött az egyenlítés. Nagy Gergely jobb szélről szabadrugásból csavart a kapuba. Néhány perccel később ismét a hazai csapat veszélyeztetett, amikor Balog lőtt fölé. A félidő végéhez közeledve Gyürki szögletből teremtett helyzetet, de Harman blokkolta. A második félidő elején feljutott labdához, lövése alig ment a kapu fölé. Kevéssel ezután nagy passza után Okos lőtt mellé. Fejbeadását Gyürki rúgta Harman kezébe. A mérkőzés vége előtt 20 perccel Okos passza Szabó fejéről Balog elé pattant, aki nem tudta bevenni a zöldek kapuját. Nem sokkal ezután ismét Balog előtt nyílt lehetőség, de Hajdú éber volt. A hajrában a Gyula megpróbálta itthon tartani a 3 pontot. Nagy lövését Hajdú lábbal hárította. A 87. percben Stunga szabadrúgása került el a hazai kaput. A hármas sípszóig az eredmény már nem változott. Várfürdő Gyulai Termál FC Pénzügyőrese 1-1. Jól kezdtünk, aztán átvett az ellenfél az irányítást, a kezdeményezést, és ugye a hibáinkból meg is büntettek bennünket. Én úgy érzékeltem, hogy utána egy váltás, egy szerkezeti váltásnak köszönhetően visszafordult, utána mi, én úgy gondolom, volt az első félidőnkes egy szakasz, amikor jól futballoztunk. Ott jöttek is a helyzetek, hát úgy a helyzetek, hogy beadásokig eljutottunk, tudtunk nyomást gyakorolni az ellenfélre. Nem sikerült úgy gólra váltani, hogy ezzel az előnyt is megszerezzük. A második félidő szintén ezt a hullámzást mutatta. Én azt mondom, hogy itt amivel hiányérzetem van a mérkőzés végén, az az, hogy én úgy gondolom, hogy több 100%-os helyzetet hagytunk ki. A vendégcsapat vezetőedzője, Vatai Attila elégedett volt a mérkőzés végeredményével. Voltak olyan időszakok a mérkőzésen, amikor nagyon jól mentünk át védekezésből támadásba, és nem sokon múlott, hogy nem szereztünk vezetést. Ha egy kicsit szigorú vagyok, az első fél időben ugye volt egy 11-es gyanús helyzet, amit még a partjelző is mosolyogva nyugtázott, hogy talán igazunk van. De ez benne van a futballban, nem szomorkodunk. Itt vagyunk az NB3-ban, minden mérkőzés ünnep számunkra. Úgyhogy boldogok vagyunk, hogy itt lehettünk, és boldogan fogunk a második fordulóba is futballozni. A Várfürdő Gyulai Termál FC következő mérkőzése a Seoul ellen lesz Szegeden.